November 24-én a Városháza dísztermében véradó ünnepség keretei között a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat osztotta ki díjait. A véradók napja alkalmából szervezett rendezvényt dr. Tóth Zsuzsanna, a Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke indította beszédével. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben rejlik. Az, hogy valaki vért ad, az bármikor bárkinek az életet jelentheti. Majd Takács Tímea lépett a mikrofonhoz, aki Győrváros önkormányzata nevében köszöntötte a megjelenteket. Őt követte Kunz Szilvia, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója, aki a vér mint anyag fontosságát emelte ki. A vér egy olyan anyag, ami művi úton nem állítható elő. Fogyasztatunk kávé, porkávét, valódi kávé helyett, küldhetünk e-mail üzenetet, levél helyett, de a vért semmilyen más módon nem pótolhatjuk. Továbbá tiszteletét tette dr. Vörös Katalin, az OVS regionális igazgatója a jelenlévőknek. Dr. Nagy Sándor, az OVS szakmai helyettese említette stábunknak, hogy a szolgálat a Vörös Kereszttel együttműködve bonyolítja le a véradásokat. Magyarországon a véradók toborzásaért szervezését és megbecsülését a Vörös Kereszt felel, tehát ez ő feladatuk, a vérlátó szolgálat pedig lebonyolítja a véradásokat. Tehát mi elmegyünk arra a helyszínre, amit a Vörös Kereszt megszervez, ott fogadjuk a véradókat, levesszük tőlük a vért, gondoskodunk arról, hogy az egész folyamat szabályszerűen történjen, tehát ez a mi részünk ebbe a tevékenységben. Ezt követően vette kezdetét a véradók kitüntetése. Kunz Szilviától megtudtuk, hogy ilyenkor a többszörös véradókat köszöntik. A véradónapi ünnepség az évente egy alkalommal van, ilyenkor azokat a személyeket köszöntjük, akik elértek egy bizonyos véradás számot. Jelen esetben a 25, 50-szeres, 75-szörös, 100-szoros és a 100 feletti véradók vannak jelen. Tehát ez egy minden évben zajló esemény, 1988 óta. Egy 100-szoros véradó, Várvölgyi Gyula, azért ad vért, hogy segítsen embertársain. Miért adja az ember? Talán az, hogy segítsen másoknak. És fontos dolog, azt gondolom. Igazán embertársainkon segíteni, meg jó eső érzés, amikor az ember kap egy SMS-t, hogy valakin segítettünk. Oklevelet érdemeltek azok a szervezetek is, akik támogatták a véradó programot. Bodály Éva, a Bőnyi Alapszervezet önkéntes véradás szervezője fontosnak tartja a véradás önkéntességét és térítésmentességét. Ami fontosnak tartok az, hogy a véradás az önkéntes és térítésmentes. Ennek ellenére véradók nagyon szívesen tartják karjukat, hogy betegtársaikon segíteni tudjanak. Az ünnepét Varga Bálint klasszikus zenész, illetve a Kodály Zoltán általános iskola elsősei, valamint Dohány Daniella és Füredi Nóra színesítette előadásával.